Az, hogy Gyulafehérváron a mai naptól Bethlen Gábor szobra áll, egyebek mellett azt is jelzi, hogy a város többségi közössége befogadta egyik kisebbségi nemzeti közösségének történelmi hősét. Különösen erős és méltánylandó gesztus számunkra, hogy a szobor a gyulafehérvári várban kap helyet. Az önkormányzat nem akarta megúszni a helyszín kérdését, nem dugták el a város valamely zugába. Az ilyen gesztusok világosan jelzik, hogy lehetnek a múltunkban párhuzamosságok, lehet egyet nem értés a múlttal kapcsolatosan, sőt, vita is lehet, de a jelenünk közös. És ha van egy kis eszünk, akkor a jövőnk is az. Bethlen Gábor szobra itt, Gyulafehérváron sok egyéb mellett erről is tanúskodik. Büszkék lehetünk, mert megtettük, amit lehetett. Egy kicsivel, talán annál is többet. Míg mások szobrokat döntenek és viszályt keltenek, mi szobrot állítunk, és a békés, egymás iránti tisztelet és megértés jövőjét építjük.